Jó estét kívánok a 60-i Városi Televízió nézőinek! Önök a kommentársoron következő adását látják, melyben közelebbről megismerkedhetünk azzal, hogy hogyan szépül a város idén a virágosítás kapcsán és milyen koncepciók által valósul ez meg. Köszöntöm ezügyben a stúdióban a város főkertészét, Gulyás Katalint. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket! Azt, hogy hogyan és milyen koncepciók mentén készül egy főkertész arra, hogy a következő évben mit valósít meg, nyilván ehhez készül egy koncepció. A városvirágosítási tervét illetően azért már több éves tapasztalat áll a birtokában. Hogy készül ez a virágosítási koncepció, mit lehet tudni erről bővebben? A kertészeti munkákat a városban minden esetben megelőzi a virágosítási és fásítási terv, amelyet az előző évben a képviselőtestület elfogad, és ez már helyet kap a költségvetésben is, ennek az anyagi finanszírozása. A virágosítási terv tartalmazza az előző évnek, az előző éveknek a tapasztalatait, annak az értékelését, és ezután részletesen taglalja, hogy hol milyen növényeket ültetünk, milyen planténereket helyezünk ki, hogy díszítjük a várost. Megjelöljük az egynyári virágoknak, illetve kétnyári virágok évelőknek a fajtáját, a mennyiségét, a kiültetésnek a helyét, ugyanez vonatkozik a fákra és a cserjékre is. Ezt, mint mondtam, a költségbecslés mindenképpen kiegészíti. Ebben az évben 40 ezer egynyári virágot ültetünk el, közel 20 ezer kétnyári virágot, hagymás növényeket, évelő virágot 1500 darabot, díszítjük a villanyoszlopainkat közel 7 ezer darab nagycserepes muskátlival, petúniákat, nagycserepes petúniákat helyezünk ki a hídra fölvezető út mellé, és hát a virághidak, amik a nagy kedvencei az ittenieknek és az ide látogatóknak, amelyek a korlátokat, illetve az agyvahidat díszítik. És itt látom az asztalon ezt a virágosítási, fásítási tervet, nyilván sok éves tapasztalat van amögött, hogy hogyan halad tovább. Ez egy stratégia mentén valósul meg. Idei koncepcióról hallottuk konkrétan a számokat is. Mi az eddigi évekről a tapasztalat? Mert nyilván az előző évek tapasztalatai el is hangzott, hogy nagyon-nagyon sok stabil pontot adnak a következő év folytatásához. Igen. Hát az épített környezet az ugye nagyon megváltozott az elmúlt években, és ehhez kapcsolódott a virágosítás, a fák cserjék ültetése, virágfelületek kialakítása. Megszépült ugye a városközpontunk, ehhez kellett kapcsolódnunk a zöld felületekkel is, amit mindenki lát, nem csak a Grassalkovics kastélynak a környezete, hanem a városközpont, a Kossuth tér, a Turzó utca, hozzá kapcsolódó területek kialakult, a Bástya utca, a Bástya utcai parkoló, és hát nem utolsó sorban a 3-as 21-es csomópont, illetve a vasúti felüljáró környezete. Ez a városközpont. A következő lépés az volt, hogy a városközpont felől haladunk kifelé a városból. A főközlekedési útvonalak melletti fasorfásítás, a helyi járatú buszok közlekedési útvonala mellett fásítottunk, cseréket helyeztünk, de most már elindultunk abba az irányba is, hogy a játszótereket próbáljuk minél hangulatosabbá tenni, árnyasabbá tenni, ugyanez vonatkozik a lakótelepeinkre, illetve a kertvárosi utcáinkra is. A fásítás mellett a virágosítás még a másik ugye nagyon fontos, hogy minél színesebb és gazdagabb legyen a város. Itt arra törek korábban 60 ezer egynyárit ültettünk el 2600 négyzetméteren. Ez egy felfelé ívelő, évek során felfelé ívelő mennyiség volt. Ezt most csökkentettük, és ezeket a felületeket nem szüntettük meg, helyette évelő növényeket, virágukkal, levelükkel díszítő talajtakarókat ültettünk, ilyen például a levendula vagy talajtakaró rózsák. Nagyon fontos, hogy a városba bevezető útjaink, tehát a körforgalmak környéke, a köszöntő táblák is virágba boruljanak, és erre nagy gondot fordít a város.
Most a stratégiára, ha gondolunk, ugye elhangzott itt az első kérdés után, hogy azért megvannak a koncepciók, hogy hagymás növények, egynyáli növények, kétnyáli növények, évelő növények, stb. Nyilván azért a virágágyások cserélődnek is. Nyilván oka is van ennek. Most ez a stratégia hogy néz ki? Most már a tulipánok leköszönőben vannak rövidesen, nyilván át kell vegye a helyét valami. Ezt milyen ütemterv szerint, vagy hogyan csinálja a kertészet? Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon jó kérdés. Szerettem volna elmondani és felhívni a figyelmet arra, hogy a, most ugye a tulipánok, illetve a két nyári virágok díszítenek, ilyen, mint az árvácska, a százszor szép ne felejt, sárga viola. Ezek a növények két nyáriak a nevében is benne van, hogy ezt ősszel elültetjük, és ősszel már díszít, virágzik nagy részük, és tavasszal ezt folytatja, tehát kora tavasszal addig virágzik tulajdonképpen, amíg az egynyári virágokat nem ültethetjük ki. Az egynyári virágok kiültetésének ideje május, eddigre a kétnyári virágok már magot hoznak, magot érlelnek. Kis átfedés van, sokszor ér bennünket támadás, hogy ezeket a szép virágokat kiszedik, és helyettük egynyári virágot ültetnek, illetve ültetünk, és ezáltal pazarolunk, de ez nem így van, mert néhány nap múlva, egy hét múlva a májusi nagy meleg ezeket a növényeket tönkretette volna. Úgyhogy ilyennel majd most is fogunk találkozni. Ezen a héten egyébként évelő növényeket ültetünk, és május második, harmadik hetében kezdjük az egynyári virágoknak az ültetését. Ez lett volna a következő kérdésem, de akkor, hogyha a főkertész azt gondolja, nyilván ki is egészíti, hogy a stratégia most elindult. Tehát most már a munkálatok folyamatosak, hiszen szerencsére azért csak beköszöntött, ha neheden is a jó idő. Igen, igen. Hát a kemény tél az azért megtépázta a növényeinket, nem a két nyári virágokat, nagy örömmel vettem tudomásul, hogy csodálatosan virítanak, aggódtam értük, viszont a lomblevelű rögzöldek közül a babérmedgyek, a mahóniának egy fajtája, az nagyon csúnyán fagykárt szenvedett, illetve még a madárbírsek, kecskerágor közül is egy-két fajta. Úgyhogy ez a kemény tél, ez majd... Éreztette a hatását nem. Sajnos, és most a virágokról lapozzunk akkor a fásításra, a fásítási tervet illetően, itt van valami koncepció idénre, mert ugye, hogy folyamatosan volt ezzel is fejlesztés. Igen, az elmúlt évek alatt közel 1500 facsemetét, nem is már annál nagyobbat, 10-12-es, 14-es, ez a körméretet jelenti növényeket ültettünk ki, tehát még egyszer mondom, közel 1500 darabot, ezzel szemben ennek felét sem vágtuk ki, tehát 600 darab fát vágtunk. Kötelező a fának a pótlása, de nem csak a pótlásra törekszünk mi, hanem hogy minél jobban pótoljuk a zöld felületet is, tehát nem csak a darabszámot, hanem a zöld lomb felületet is. Ezért cserjéket is ültettünk, úgyhogy ebben az évben 1500 darabot, de az elmúlt években 5500 darab cserjét, ez több mint 1000 négyzetméter felület, amit létrehoztunk. Ezt lehet tudni, hogy milyen fajtákat ültettek? Igen, még annyit hadd mondjak el, hogy tovább nem szeretnénk egyelőre növelni ezt a darabszámot, tehát csak a pótlásokat, kötelező pótlásokat fogjuk végrehajtani, mert a fáknak, a kis fiatal fáknak az ápolása, amíg azok igazán be nem erednek, be nem állnak, addig nagyon nagy költséggel és munkaigénnyel járnak. Amint ezek a fák megerednek, önállóan képesek lesznek fejlődni, akkor egy ismételt erőteljesebb fásítást tervezünk. A fafajokra visszatérve pedig még egy nagy gond van, amikor a fásításról beszélünk, hogy hát ez nem csak 60-ra, hanem sajnos minden településünkre jellemző, hogy a települést föld alatt és föld felett vezetékek hálózzák be, rendeletek írják elő a védőtávolságokat a vezetékektől, sajnos korábban erre nem figyeltek oda, emiatt ez nagyon sok kárt is okozott, szakadásokat, vízvezetékek repedését, csőtöréseket, a vezetékekbe belelúgnak a nagyméretű fák, és ez gondot okoz.
Erre akkor fogod otthon oda kell figyelni. Erre oda kell figyelni, pontosan ezért, például ahol vezetékek vannak, ott csak gömbkoronás fákat tudunk ültetni, ilyenek a gömbjuhar, a gömbkőr is, amíg eléggé ellenálló, a gömbakác és más kiskoronájú díszalmák, díszcseresznyék ültetése lehetséges ilyen helyen. Nyilván azért ahhoz, hogy ez a, hát mondhatni, hogy igen, meleg, intenzív nyarak vannak, tehát a locsoló berendezések rengeteget jelentenek, de a munkatársi apparátus is megfelelő ehhez, hogy ezt az egész szépen létrehozott akár virágosítást, akár fásítást karban tudják tartani, amennyire csak lehet. Igen, az újonnan létesített zöld felületeken ragaszkodunk hozzá, hogy automata öntöző rendszereket építsünk ki. Ez mindenhol meg is történt, a 3-as 21-es csomópontnál, a Kossuth téren, a parkolókban. Továbbra is én szeretnék ehhez ragaszkodni, mert a vízhiány a legnagyobb gond. Tehát növény víz nélkül nincs élet, víz nélkül nincs növény élet. Akkor mondhatjuk, hogy ez egy non-stop, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy most elkezdődik egy stratégia is valamikor véget ér, hanem folyamatosan, ahogy virágzik pótlás, ahogy hullik, összeszedjük, tehát akkor igen. Ez egy ilyen 4 évszakos tevékenység. Ennek soha nincs vége. Igen, így van. Főkertészasszony, térjünk át egy olyan rendezvényre, amely már immáron többedik alkalommal kerül megrendezésre itt 60 városában, ez pedig a kertészeti kiállítás és vásár, melynek a poszterét is itt láthatjuk. Itt az asztalon május 13-án és 14-én lesz ez egy szombati vasárnapi napon. Ennek a programjairól, nyilván az eddigi évek tapasztalatairól is egy pár szót, hogyha mondta tévénézőknek megköszönöm. Idén milyen stratégia mentén kezdődött el ennek a szervezése, tervezése, és mit lehet tudni erről a programról? 4. alkalommal rendezzük meg ezt a kertészeti kiállítást és vásárt. Ezzel tulajdonképpen egy lakossági igényt szeretnénk kielégíteni. A városban nem nagyon vannak kertészeti lerakatok, árudák, olyan üzletek, ahol a kertészeti kiegészítőktől kezdve a növényekig mindent megvásárolhatnak a lakók, illetve hát a vásárlók. Ebben az évben is találkozhatunk egynyári virágokkal, ampolna növényekkel, muskátlival, évelővel, fákkal és cserjékkel, ezen kívül kertészeti kiegészítőkkel, gépekkel, és találkozunk a környék kertészeti termelőivel, forgalmazóival, és ezen kívül mezőgazdasági termékekkel, és kézműves ipari termékekkel is. Nagy sikere volt az elmúlt évben a kis kertépítő versenynek, ez az óvodások részére hirdettük meg, úgyhogy az idén ismét kis tálakat rendeznek be mesemotívumokkal a növényi környezetben, és ez egy verseny, majd díjazni is fogjuk a legügyesebbeket. Helyszínt illetően ugyanott kerül megrendezésre, mint eddig is, a Kossuth tér ad ennek otthont. Igen, a Kossuth tér, és ennek az időpontja május 13-14-e, szombat vasárnap, 9-től 18 óráig. Természetesen ezt hangsúlyozzuk, hogy akkor is, hogyha az időjárás nem annyira lesz kegyes, hiszen azért ez a kiállítás nyilván meg lesz rendezve olyan körülmények között is. Reméljük, hogy az előző éveket most meghazudtolja az idei év, és szép időnk lesz, mert ez azért mindig a hangulatot is rontotta, illetve kellemetlen volt az odalátogatóknak és a kiállítóknak egyaránt, de bízunk benne, hogy most szép májusunk lesz. Idén is igényes kiállítók érkeznek, azért évről évre lehet tapasztalni, hogy akik eljönnek, és imént fel is sorolta ezeket, hogy kertészeti gépek, mezőgazdasági termékek, balkonos növények és ampolnás növények és egyéb más virágosítással kapcsolatos facsemeték egyebek. Idén is megvan ez a kapcsolatrendszer, akik ilyen magasan tudják ezt a minőséget garantálni. Természetesen vannak régi kiállítóink és új kiállítók. Is fogunk találkozni, többek között olyanokkal is, akik előadást tartanak, tehát két szakmai előadásra lesz lehetőség, az egyik az öltető, ami egy újdonság,
főleg itt 60-ba, de ebbe az irányba fogunk elmenni, hogy minél nagyobb zöld felületet tudjunk létrehozni, és a beton rengeteget próbáljuk meg elkerülni. A másik pedig egy a biokertészeknek kedvező, egy új termék, a biostimuláló szernek a bemutatását fogja majd taglalni. Most azért a város is kellően kedvet kap ahhoz, hogy kertészkedjen, és ennek már vannak elmúlt évben eredményei is, ez pedig a versenyek. Nyilván ez is az ön szakterülete, idén milyen versenyeket hirdet meg az önkormányzat, és hogyan lehet erre jelentkezni, van-e már olyan technikai információ tudnivaló, amit most a tévén nézőknek el tudunk mondani? Igen, természetesen. Most már lassan 10 éve a Tiszta Virágos 60-ért környezetszépítő versenyt meghirdeti a város, ami most már kibővült 4 kategóriában hirdetünk, várunk jelentkezőket. A lakóház, több lakásos társasházak vagy tömbházak, az intézmény, legszebb intézményt keressük, illetve a legszebb erkét. Vagy a főkertészi irodán, vagy pedig a Műszak és Városfejlesztési Irodán kaphatnak jelentkezési lapot, illetve a honlapunkon is fel vannak ezek a... Igen, kaphatnak, igen, jelentkezési lapokat, sőt várjuk is minden jelentkezőnek a érkezését. Egyébként milyen a visszajelzés, mert azért évről évre lehet látni, hogy egyre többen, egyre nagyon-nagyon gondosan kihelyezik a falra ezeket a táblákat, amit az önkormányzattól elismerésről kaptak, és hát egyre szebb a környezet, nyilván ösztönzik egymás ösztönző erővel, hat ez a lakosságra? Igen, nagyon fontos. Itt is vannak olyanok, akik már régóta minden évben indulnak ezen a versenyen. Vannak olyanok, akik újak, mi is keressük őket, ők is keresnek bennünket, szájról szájra jár a hír, és hát ez egy nagy elismerés, amikor ünnepélyes keretek között a polgármester úr átadja az elismerő okleveleket, plaketteket, illetve a házra kifüggeszthető emléktáblát. És hát megvannak nyilván a kritériumok is, hogy mit kell annak teljesíteni, aki ennek a díjnak az elnyerésére pályázik. Én mindig azt mondom, hogy a legszebb konyhakertet, illetve a legszebb kertet, legvirágosabb, legszebb kertet díjazzuk, értékeljük, de ez nem feltétlenül így van. Tehát nem azt nézzük, hogy hol vannak a legdrágább növények, mennyire épített a környezet, mennyire mostani divat szerint nagyon sok ilyen szép kert van, ez is természetesen nagyon fontos, de értékeljük a kétkezi munkát, a saját maguk által készített kis kerti tavat, a virágtartókat, a virágládákat, a növények mennyiségét, és hát nagyon fontos a gondozottság. Hát akkor most eredezteti a lakosság a fantáziáját, és bízunk benne, hogy minél többen beneveznek idén is ebbe a versenyre, hogy minél szebb legyen a városunk. Ahhoz, hogy minél szebb legyen a városunk, idén is lesz virágoztás. Nyilván erről majd bővebben a jövő heti műsorunkban is fogunk beszélgetni, de főkertészként kérdezem arról, hogy a virágoztásnak a technikai tudnivalóiról mit lehet tudni, milyen formában valósul ez meg, eltér-e az előző évektől, vagy ugyanaz a koncepció, tájékoztassuk a lakosokat, hogy mikor kerül erre sor és hogyan. Május 6-án kerül sor a virágoztásra, minden 60-i lakcímmel rendelkező lakos jöhet, és 3 muskátlit kaphat. Ez 2 helyen zajlik, az O60-iak számára a Városháza előtt a Kossuth téren, míg az Új60-iak számára a Széchenyi István szakközépiskolában történik meg az osztás. Reggel 8 órától délelőtt 10 óráig fogjuk kiosztani az idén már 23 000 tő muskátlit. Ez évről évre változik, mindig egyre több és több, mindig többen jelentkeznek és szeretnék szépíteni otthonukat, illetve nem az otthonukat, de azt szeretnénk, hogy ezek a növények, ezek elsősorban az erkélyeken, az ablakokban, az előkertekben jelenjenek meg, és ne a hátsó kertekben, hogy a városkép minél esztétikusabb, minél hangulatosabb legyen. Hiszen nagyon fontos az, még visszatérve a versenyekre, hogy minden évben a városunk jelentkezik a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenybe, és az elmúlt években nagyon nagy sikereket értünk el.
az Aranyrózsa díjjal jutalmaztak bennünket 14-ben, 15-ben a külügyminisztériumnak a fődíját kaptuk, a belügyminisztérium, bocsánat, fődíját kaptuk, tavaly pedig az épp települése díjjal jutalmazták az itt folyó tevékenységet. Tehát akkor van eredménye ennek, és hát a lakosok is nagyon szívesen és örömmel várják az önkormányzat ezen ajándékát, amivel nyilván hozzájárul ahhoz, hogy mindenkinek az otthonát szebbé és esztétikusabbá tegye háromtő muskátlival. Én nagyon szépen köszönöm a főkertészasszonynak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és tájékoztattuk a koncepcióról, a kertészeti kiállításról és a virágoztásról is a lakosságot. Hát munkájához nagyon sok örömet kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmét, jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd új adással a kommentárban. További szép estét kívánok, viszontlátásra!